ugye kommentál? Már megkaptam a tapsot! Vége! Reméltem, hogy betapsolunk mindenkit onnan, de az ajtót zárjuk. És a mézes madzag utolsó 8 perce jön, mert utána azért bekeményedünk, nehogy azt higgyétek. De most már bezárjuk az ajtót, kimenni nem lehet. Úgyhogy még 8 percig élvezzük, egy zenés fotóvetítéssel gondoltam, hogy összehangolódunk, és aztán majd meglátjuk, hogy még mi történik. Élvezzétek ezt is! 2015. októberében, annak is harmadik napján, reggel 8:11-kor, amikor leírom ezt az első sort, már messze nem az a nő vagyok, akiről ez a könyv szól. Nem csak nem vagyok már az, de nem is tudom, kivé válok, mire kiírok mindent magamból, amit nem csak soha nem akartam nyilvánosságra hozni, de aminek egy részét még a mai napig is mélyen a tudattalanomba száműztem. És pontosan emiatt a száműzés miatt kell tollat, illetve klaviatúrát ragadnom, mert az isteni bölcsesség és útmutatás szerint nem mehetek addig tovább az utamon, amíg számot nem adok mindenről, míg tisztában nem teszem önmagamat. Mindezek tisztázását önmagamban immár nem halogathattam tovább. Akik ismerik eddigi írásaimat, szerintem nagyon is értik, már is miről beszélek. Sőt, akik végigolvasták, megértették a kékvér gyermekeit, tudom, átérzik-e pillanatnak a jelentőségét az életemben. Másról sem írtam a kék könyvben, mint hogy létezik egy kapu. Egy kapun túli létforma, a kékség, a kék frekvencia mezője, tartománya, ami egy tudatszint, és amely messze az emberi elme birodalmán túl van. E kék világ már a valóságosan működő szellemi erők birodalma, és nem az emberi elméleteké, logikáé. Kékülni, pláne kékké válni pusztán ésszel és tudással lehetetlen. Csak átváltozni lehet, és az pedig szó szerint értendő. A sejtjeidig, az utolsó vércseppedig. A személyességnek, hogy itt vagyunk, messze több a jelentősége, mint hogy én okosságokat pufogtassak, amit már egyébként 5-6 éve abba is hagytam. Mondtam, hogy én befejeztem a papagáj üzemmódot, fel van véve, mindenki nézze meg, hát ehhez én nem járom az országot, így van. Tehát én ezeken az alkalmakon ugyan készülök, de itt készül minden, az az energia, és ez az, amit én legnagyobb szeretettel szeretnék, igyekszem nektek így tovább vinni. Az én életemből biztos, hogy azt lehet tanulni, és ezt most nagyon őszintén mondom, hogy hát még egy jó ideig fogok én magam is gondolkodni, hogy mit, miért, miért én, miért hogy, miért nem úgy, miért nem így. Tehát tényleg higgyétek el, hogy 2005-ig, oké, hogy 20 éves koromban már voltak ilyen deviáns, ugye tudjuk, nem normális, de ti már tudjátok, hogy a normalitás az a tudósok által önkényesen az öt érzékszerve kalibrált ember, aki semmi más nem képes a világmindenségből érzékelni, mint amit a buta elme, és az elme miből rakja össze a tudását, amit elolvasol. Na hát ez egy veszélyes dolog, mert mit olvasunk el, mit hallunk, mit mond a média. Miből konstruálsz egy egész világképet. És ugye, ez a normális ember, aki e szerint ebbe a dobozba préselve, erőszakolva, rúgva, gyömöszölve működik a világban. Én meg más sem akarok, mint hogy ne működjünk így. Hát az egy dolog, hogy biztos kellett valami temperamentum, és biztos mindenki mögött más mennyiségben és minőségben élet van. De az biztos, akik már ide eljöttek, mögöttetek is van meg annyi élet, már nagyon ott vagytok, nagyon arra felé mentek,
amikor elkezdünk deviánsak lenni. És ez persze, erről külön előadást tarthatnék, hogy ez minden negatívva van téve. Billog. Na, ezt most már ebben nem is megyünk bele, mert 3 előadás lesz egyben. Ugye folytathatjuk az elakezekkel, hogy mennyire irányítva van, hogy a jó polgárok hogy viselkednek, láttuk. Na, mi mindenhogy akarunk, csak nem úgy. Ez nem sors, ez nem Istentől adott életforma, amit egyre inkább él az ember, a mai ember, meg aztán nagyon. Igazából mi találtuk ki magunknak, hogy a gyereket, ha megszületik, láttad, hogy rögtön megvan az adószáma? Zavar valakit? Remélem nagyon. 5 unokám van, de még mindig tajtékzok. A gyerek alig jött ki az anyjából, és megvan az adószáma. Na, innen kell elindulni. Kommunikáció nem az, aminek mondják. Ez sem. Tehát semmi nem az, amit mondanak. Kommunikáció az egy élő, lüktető kapcsolat. Az nem olyan, hogy tartalmat mondok, és ez a kommunikátor. Nem. Mert aki nem kommunikál, az is kommunikál, meg a méhek, a szagrot, tehát minden életrezdülés, kommunikáció, csak ebbe a technokorba ilyen hülye definíciókat gyártanak, ami semmi nem a valóság. Lényeg az, hogy engem akkoriban iszonyúan már érdekelt, hát ugye vezetőképzés, pszichológiát kellett tanulni, stb. Hogy hogy van az, tehát általánosságban az ember, a kapcsolatok, a társadalom, hogy torzul és változik, mert torzul és változik, az a belső kozmikus magunk, ami ott van, és még mi se ismerjük. Ezek, most így tartok ilyen szünetet, felhívom a figyelmeteket, mert ezek meg kell jegyezni és merengeni, mert ezek hajmeresztő. Tehát teljesen egyszerű mondatoknak tűnnek, amiket így mondok, de ez okozzon álmatlanságot sokatoknak, tényleg. Hogy, na jó, akkor már ketten vagyunk, tehát ezen tényleg ilyeneken érdemes gyötrődni, nem a számlákon, hogy van az a valaki, aki ebbe az életembe kaptam egy 2-est, na erről is készül a videó, hogy a nők, mint másodlagos állampolgárok, hanem 1-es szám, meg 2-es szám, 2-essel kezdődik a számjegyünk, őrület. Nem is titkolnak semmit, patriarchális világ. Megszületek ide, ráébredek, hú-hú, nem csak egyszer élek, hú-hú, nem csak nő vagyok, meg férfi, tudjátok, amikor az őrület beindul, és még ezen az egy identitáson és inkarnáción belül is kotorászom, hogy ki vagyok én. Ki az a csecsemő, akire rátették az adószámi, vagy milyen TB-szám, mit tudom én, mit adnak születéskor? A billogot? Sőt, ezt ma nem nyitjuk ki, ezt a fájt, a DNS-be is bele tudnak már kotorni, menjetek csak nyugodtan ilyen genetikai tanácsadásra. Tehát ugye ebből világos az én hittételem, amit nagyon sok történelmi előadás összesűrítményeként így ez után mondtam volna ki, hogy az én meggyőződésem, vagy a kutatásom, és az egyéb információk alapján, ugye a csendes óceánban ma már nincs az az ősi világ, amit Mu Atais-nak nevezünk, és ebből a magyarok számára az Arvis úra is, noha arról is egyszer készülök valamit megnyikkanni, hogy azt is olyan mértékig óvodás vagy általános iskolás szintre rángatnak le nagyon sokan, és úgy idézgetik, és nem képesek metafizikai magasságba elvonatkoztatni az információt, ami nagyon fontos, mert azért azt, ha más nem, azért ezt egész biztosan kimerem jelenteni, hogy az igazi kozmikus titkok nincsenek, tehát amikor olvasol egy szót, azt olyan embereknek szánták, aki képes azt felemelni több dimenzión át, és nem csak erre a lineáris világra vonatkoztatni. Például, mikor sárkány szó, vagy kígyó szó szerepel, akár az Arvis úrában, vagy bármilyen régi iratban,
ott nem a csúszólábú vagy tüzetakádó biológiai lényekről van szó, az őseink pontosan tudták, hogy mi mit jelent, rengeteget írok a sárkányról, kígyóról pedig kimerítően, ami DNS. Tehát amikor régen ábrázolásokon, és Dél-Amerika tele van, ugye, voltak előadásom, ahol másról se beszéltem, mint az úgymond kígyó népektől, és az bejön ám a szkítákig, tehát én ezt mutattam meg az őstörténelemben, ugye az a kara nép, amiről ma nem fogok beszélni, tényleg nem szeretnék, mert rengeteg anyag van fönt az interneten, és a Táltosok barlangja könyvem, és a Peruninen is könyvem, mindent pontosan összeszedett erről a népről, aki a Karapót, azaz Kárpát-medence névadója is, és az ekvádori tankönyvek ezzel a karanéppel kígyósüvegű, mitrássüvegű, készen érkezett, a csendes óceánról érkezett népről kezdi a történelmét. Na de nem volt Ázsia és Amerika olyan, mint most, tehát múlt ne oda bezsúfolva képzeljétek el, ahogy még sajnos Churchwood is ábrázolja, az unokájával fel is vettem a kapcsolatot, és mondtam, minden tiszteletem, de ez a rajz, amit itt most már 100 éve lassan terjesztetek, ez nem állja meg a helyét, mert a kontinens egy nagy kataklizmával, tehát ez az egész csendes óceáni térség, hol elsüllyedt, hol a víz lepte el, ketté szakadt, ezt tényleg részletesen leírom a könyveimben, és úgy alakult ki a jelenlegi Amerika és Ázsia partvonala, tehát ha ott találunk egyezőségeket, és akik az az ősi nép a két oldalra menekülve, most így nagyon egyszerűen fogalmazva, már változtatásokkal ugye tovább vitték, és az úgymond akár a hun, ami egyet jelent, eljutott Egyiptomig, és ott is kereshetjük magunkat, vagy az ázsiai vonalon is kereshetjük magunkat, de ebbe a versbe azt tettem bele, hogy az őseink onnan jöttek el. Kár, hogy nem volt valami valóságsó bekapcsolva, hogy én ezeket hogy éltem meg, mikor megérkezünk nem tudom mennyi út után, és akkor közli velem az a jó ember, hogy hát a polgármester meglepetést csinálj úgy, hogy meg vagy lepődve, varratott magyar zászlót, tehát ezt pár nap alatt hozták össze, és pont lett volna egy, a lengyel nagykövet is jött másnap, egy nagy ünnep volt. Egyébként ez a polgármester azóta egy elég komoly politikai karriert futott már be, ő volt a fő, a projekt vezetője annak a térségi 12 polgármesteres csapatnak, akikkel együtt dolgoztam. És akkor ilyeneket kellett, hogy odalőktek, amit tőlem annyira távol állt, hogy ott mentem a főtéren, és akkor felvonták a magyar zászlót, bemondják a nevemet, tehát azt se tudtam, hogy, tehát, hogy nem zakkanok meg. Komolyan. Tenemos presente a nuestras autoridades, el señor alcalde y la representante del país de Hungría. Rátírjuk a történelemkönyvet, és a biológiát, és a teológiát, és mindent, amit magunkról hiszünk. Az ember sokkal több és többre képes, mint ahogy azt nekünk tanították, és igazából ezért a mondatért beszéltem, őket hibáztassátok, ha felesleges volt, és azt mondjátok, hogy miért nem vatitetted le ezt az egyet, minek kellett ez a sok izé. Azért, mert a sors ilyen. A sors az ízes, a sors az élethelyzetekbe fordítódik le. Minél több átalakító élethelyzetet engedjetek meg magatoknak. Akkor is, ha nehéz. Akkor is, ha macsétével meg akarnak ölni. Akkor is, ha meg akarnak folytani. Mert nem öltek meg. Mert abban a pillanatban kinyílt az a létező energetikai világ, amitről addig én is csak úgy voltam, hogy ja, vagy van, vagy nincs. Van. Engedd bele magad. Tehát az ősbizalom, ha mindig arra neveltek mindenket, hogy a tutira játszunk, a tutiba nem történik semmi. A tutiban az energiatested meghal, elsorvad. A tuti és biztonság, pláne amit most akarnak, szereltessünk bele magunkba, mindenbe,
hogy a sors még véletlenül se zavarjon meg. Előre megnyúl összeszedett genetikai gyerekeink legyenek, akinek még véletlenül se lesz semmilyen baja. Mert ez ugye az a hazugság, hogy a cukorbaj, a májbaj, a rák, az úgy ránk tör. De nem! Mi csináljuk magunknak? Hogy lehet eleve kiszedni azt, amit a tudat csinál? Óriási a hazugság. Óriási jelentősége van annak, hogy te a sorsodat éljed, bármilyen módon, feltételek nélkül, mert akkor mozdul meg az energia tested. Nem a Davosból irányított, meg a ilyen-olyan választásokon megválasztott kormányzatok politikájától. Annak egy célja van, egyre hülyébbek legyünk, egyre kiszolgáltatottabb legyünk, egy test legyünk. Sőt, ma már elmentek oda, hogy test se legyünk, mert az nem humán test lesz, amit ők akarnak csinálni.